Sziasztok! Üdvözlök mindenkit, ez a Szakkör első adása. Mint ilyen egy kicsit még kísérleti jelleggel igyekszünk egy podcastet beindítani, ahol videós tartalommal is készülünk, ahogy azt láthatjátok, hogyha esetleg a, a YouTube-on vagy az egyéb ilyen csatornákon néztek minket. Ez egy három szereplős podcastnek indul, a PC World podcastje, a Balomon itt ül Higgyet Gábor, Sziasztok. szerkesztünk és rendszeres hírunk is, jobban pedig Gyepes Máté, Hello. Ő is régi motoros a szakmában. Kezdjünk is bele. A PC a márciusi lapszáma most ebben, a, ebben az elmúlt órában érkezett meg a szerkesztőségben is, és úgy gondoltuk, hogy az adás első részében a PC megjelent hírek ami az ugye az elmúlt hónap, tehát februári eseményeknek a, az összefoglalása. Itt egy pár olyan hírt említünk meg, ami, ami mérvadó volt, és, és abszolút meghatározta azt, hogy, hogy mi történt itt a 2022 első, első egy-két hónapjában. A hónap híre a márciusi PC Worldben az a, egyértelműen a metamorfózis, a meta, a Facebooknak az átalakulása, és a, és a Facebook körül hát most már lassan azt mondom, hogy heti szinten, vagy akár napi szinten felmerülő balhék és problémákról szól, és a véleménycikkünk is, mert hogy itt a hírek rovat után rögtön van egy, van egy vélemény rovatunk is, azzal foglalkozunk, hogy a, Márk a Mark Zuckerberg felvázolta, hogy majd majd ez a metaverzum lesz a nagy jövő, meg a nagy tuti, ahol saját avatárod van, ott majd te egy saját külön digitális kísérletet tudsz magadnak kialakítani. Hogy ez, ez mennyire, mennyire hibás döntés, vagy mennyire, mennyire ö, nem életképes még egyelőre legalábbis. Nem tudom, ti mit gondoltok róla? Hát ez jó kérdés, ez a metaverzum, mert alapvetően, ha ezt nem a Facebook kezdeményezné, akkor lehet, hogy ez egy izgalmasabb sztori lehetne, vagy ugye elkezd az ember utána nézni, vagy hinni benne, de ugye egy olyan cégről beszélünk, akinek az elmúlt öt évben számos adatvédelmi, adatkezelési, illetve belső problémája is volt itt most a saját munkavállalók és a, a cég vezetése kapcsán, illetve pont ma reggel olvastam, hogy hogy azt hiszem Gabe, Gabe Newell mondta azt, hogy ez egy, ez egy ostobaság, amit a, amit a Facebook-atya megpróbál kitalálni. Egyébként meg, meg mások meg azt mondták, hogy hello, Mark, lép be egy MMORPG-be, és akkor megkapod a metaverzumot nagyjából. Ez már ma is létezik. Tehát hogy ez már, Sőt, az hagyja, hogy ma is létezik, meg volt. ez már tíz éve is megvolt. Úgyhogy igazából, ha az ember ugye ezeket így kipipálja, akkor felmerül a kérdés, hogy nek a giga, multimilliárdos cégnek egyébként mi más célja lehet egy ilyen metaverzum jellegű átalakulással, mint... Nyilván a pénz és az adataid. Abszolút. Ami meg, egy és is ugyanaz. meg akarnak újulni, most ezt az irányt így kitették. Annak idején a Facebook is valahol egy ilyen nagyon furcsa dolog kezdeményezés volt, hogy mit kezdjünk ezzel, aztán egyszer csak mindenkit beszippantott. Most én lehet, vagy azt gondolom, hogy ez lenne a következő nagy cukkerberterv, hogy akkor lépjünk tovább, és ez majd úgy magától elkezdi beszippantani az embereket, csak azért ne felejtsük, hogy 2022 van, nem pedig... A tízes évek, vagy még az előtt, hogy a kétezres évek. Úgyhogy szerintem ez érdekes dolog. Ráadásul azóta nagyon sok iparág részvevő nem igazán támogató üzeneteket mondott ezzel kapcsolatban. Igen. Az a, arról nem is beszélve, hogy magának a mentoraverzumnak az egyik lényege az lenne, hogy nyitott legyen, és azt, ja, a, azt az egy valami, akár NFT-ként, akár bármiként, ami egy másik izgalmas technológiából gyorsan szitokszóvá tehát avazsát dolog lett. Az egy, a, 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 helyzet az, hogy ez akkor lenne jó metaverzum, hogyha az egyik másik játékból át tudnád például ezt emelni. Ez olyan, olyan kompatibilitási uh, rémálom, és annyira megvalósíthatatlan, hogy, hogy egyszerűen az alapszabványok nincsenek készen innentől, pedig hogyha ez hiányzik, valójában metaverzumról nem is beszélhetünk szerintem, hanem arról, hogy egy, egy multimilliárdos óriás cég, aki az, adatokat, az adat, adatokból él, az, az dézsmája, az nem, nem beszélhet arról, hogy ez egy nyitott multiverzum, aki, vagy nem, bocsánat, mert nem pók ember, de egy, nem egy metaverzum, ami, ami, majd nagyon nyitott lesz, és, és milyen szabad, Persze. és elhozza nekünk az új internetet, mert nyilvánvaló az internet is fejlődött, és ez nem egy, nem egy lezárt dolog. Tehát mm. fejlődni fog tovább is, csak abban nem vagyok biztos, hogy, hogy a, a Facebook, pontosabban a Meta, és az ő ő víziója fogja ezt elhozni. Nézzünk egy másik érdekes dolgot a, a hardware világából. Ugye itt az Nvidia próbálkozott elég sokáig az ARM-ot felvásárolni, ami ami szintén egy, egy, egy őrületes dolog volt. Én amikor először ezt olvastam, és kitudódott, hogy, hogy ajánlatot tett arra, hogy megvegye ezt a... Ugye az árnyról azt kell tudni, hogy ő architektúrákat tervez alapvetően. Tehát ő nem egy csípgyártó, nincsen neki, nincsen neki gyára, nincsen, nincsenek kész csípjei, neki architektúrái vannak, amit elad a Samsungnak, az Apple-nek a szinte bárkinek, mindenkinek, és ezek alapján építenek föl egy komplet olyan vezérlő Chipet, amit utána belerak a Samsung a saját telefonjába, a tabletjébe, Apple az ő termékeibe, és említhetnénk még akármilyen más céget. Ez egy teljesen egyedi mobil felhasználásra szánt architektúra, és óriási sikert aratott. Alapvetően egy, egy angol cégről van szó. Hajaj, hát ez. És volt ezért a volt a nagy probléma, probléma hogy, hogy egy amerikai olyan cég próbálta felvásárolni őket, és nem teljesen tiszta a módszereket bevetve befolyásolni a döntéshozókat, hogy, hogy utána ő mondhassa meg, hogy kinek ad el az ARM architektúrát, és kinek nem. És ez egy, ez egy elég, elég, érdekes, elég, elég veszélyes, veszélyes dolog lett volna, hogyha az Nvidia kezébe kerül. Nem tudom, mit gondolsz róla, Gábor, hogy te örültél volna, hogyha az Nvidia az ármot kommandírozza mostantól, vagy, mert ugye most már úgy beszéltünk róla, hogy ez egy lezárt biznisz, nem sikerült, sőt, büntetést kell, hogy fizessen az Nvidia ezért, ami majd egy másik sztori lesz, hogy nyilván majd ezt a videókártyákban megfizetjük nekik. Én igazából azt mondom, hogy amíg a telefonba jönnek a processzorok, addig meg a rendszercsipek, addig nincsen gond, de és <tosz> soha nem lehet tudni, hogy van-e hátsó szándék a felvásárlás mögött, nem lehet tudni, hogy később piasztorzító hatása nem lenne esetleg ezeknek a dolgoknak. Úgyhogy összességében szerintem is jobb, hogyha marad ez így minden, ahogy van. Végülis akkor egy független, független cég az, amelyik továbbra is tudja a szabványokat, csipeket, az alapokat tervezni, és akkor mindenki hozzá saját maga azt, amit, amit szeretne. Érdekes egyébként, ez kapcsolódik a hír, hogy a, az EU meg szeretne saját csipet gyártani, és erre, hát most lehet azt mondani, hogy egy pontosan nem is meg kell néznem, de azt hiszem 43 milliárd, 52 milliárd dolláros támogatást ö, szavazott meg. Na mindegy, az a lényeg, hogy egy nagyot lehet, hogy kevesebb. A lényeg az, hogy, hogy egy elég nagy pénzösszeget különített rá. Ami egyébként, hogyha azt nézzük, hogy a TSMC, ugye a Tajvanon, meg, meg, a Samsung, meg egyébként Intel milyen, milyen, pénzeket költ arra, hogy, hogy gyárat fejleszen, akkor, akkor ez rögtön apró pénz, tehát látszik, hogy ez hiába tűnik nagy, nagy összegnek, ez mindig, még mindig csak egy nagyon apró kis morzsa, amivel megpróbálnak elindulni. Óriási lemaradásban van ez az egész, hogy hogy mikor tudnak eljutni oda, hogy akár EU, európai szinten önfenntartó, egy ilyen csippellátásban a, a, az Európai Unió egyszerűen beláthatatlan. Mindenesetre nem rossz, hogy elkezdték, de de én azt hiszem, hogy ez még ez még egy nagyon-nagyon jövőbe mutató hát valami. Szerintem egyébként nem nem biztos, hogy világos a cél az Unióban, hogy most mit szeretnének. Hát mert az autógyárakat megmenteni. Nyilván, de hogy alapvetően ilyen csipgyártással kapcsolatban, ugye most az Intelnek vannak nagy tervei. Gyakorlatilag az ázsiai régiót leszámítva, mindenhol próbál ugye újabb gyárakat legalább letárgyalni, hogy akkor itt most építünk amerikai kontinensen, közel-kelet, és most Európa is, mert a legújabb azt hiszem, az Németország lenne. Tehát, hogy szerintem egy uniónak az már egy előrelépés, ha egy Intel gondolkodik abban, hogy nem csak az amerikai gazdaság hajtóerőjévé, akkor még ott gyárak, vagy Ázsiában, mert a munkaerő, meg még egyéb ugye a nyersanyagárak sokkal közel, meg logisztikai költségben is lehet spórolni, hanem érdekessé válik az európai kontinens, mert, mert az már indíthat be legalább olyan változásokat pozitív irányba, amikor nem az van, hogy gyakorlatilag az európai cégek, vagy gyártók, vagy beszállítók ülnek a két nagy oldal között, mert Ázsiában ugye Tajvanról TSMC, UMC, meg még a sok kisebb, meg Kínából is, és akkor ugye Amerikában meg ott van mondjuk az Intelnek a saját gyáraival, stb., és akkor valahogy ugye beszerezni csippeket, igazából egyik gyártónak sem feltétlenül érdeke az, hogy és az Európai Unióban legyen megfelelő csipellátás, ugyan már aki jön, leteszi a pénzt, ugye a TSMC most ebből él, illetve nem az, hogy él, hát rekordprofitot TSMC szerez. Elég jó, elég jó. aki leteszi a pénzt az adott csíkszélességű gyártósorra, befoglalja, mit tudom én, fél évig, vagy adott mennyiségre, akkor oké, okay, nekünk, nekünk mindegy, csak csak folyan a ló. Hát itt ugye az is kérdés, hogy egy, hogy kinek, meg hogy milyen, kit akarnak Ö, a piacon kiszorítani, milyen kompatibilitással, tehát itt a piacra lépésnek nem szabad Abszolút. lenni, mert az, az rögtön milliárdokat viszel. Illetve ugye a, ezek a, most megint csak ugye az NVIDIA ARM üzletnél, és ezek a geopolitikai most ilyen feszülések, nyilván a, a csipgyártásra most úgy, úgy nagyon rátették a fókusz, hogy itt is kell kezdeni valamit ezzel, mert előbb-utóbb bejön az az időszak, hogy nem is tudom, kivel beszéltem most, hogy ugye most vannak különböző helyzetek, de hogy Tajvannak a helyzetesen feltétlenül olyan hű, de stabil hát politikai nem. szinten. Nem is csoda, hogy a TSMC-t terjeszkedik más, Abszolút. más országokban igen, is. Igen, igen, igen. Úgyhogy, úgyhogy nyilván emiatt is nagyon fontos lenne egy kicsit úgy balanszírozni ezeket, mert 2020-tól, igen, a Covid a mióta betört, ugye onnantól láttuk, hogy hát mindenki arra várt, az összes gyártó, az összes beszállító, az autóipar, hogy a TSMC, illetve a kisebb vagy közepes méretű csípgyártók végre be tudják hozni azt a kapacitást, meg, meg, meg működési modellt, vagy, vagy előírt mennyiséget, amire várt a fél nyugat, hogy most akkor mikor lesz termék. Igen, Úgyhogy ez biztos, hogy egy előrelépés, de azért ez Fú, hát ez évtizedek. Az a helyzet, hogy én úgy gondolom, hogy ha 2021-nek az évszava az volt, hogy chiphiány, ez egyrészt hosszú távú terv, nyilván valami elkezdődött ennek mm. lehet örülni, de ettől még, a, ettől még nem lesznek nektek olcsón videókártyátok 2022-ben, ja, ahogy csippetek sem, mármint hogy itt kifejezetten az soc re vagy a processzorokra gondolok. Tehát térjünk rá a, arra a részre, amikor egy kicsit belenézünk a PC Wordbe, a márciusi lapszámba, ahol a mobilitás volt a, a fókusz téma, ezért az, volt a főszerep, és rögtön bele is kezdtünk azzal, hogy a, hogy a tableteket néztük meg, ami Nyilván volt egy időszak, amikor azt gondolták, hogy majd a notebookokat lesöpri, és mindenkinek tabletje lesz, ez elmúlt. Jöttek ugyanezzel a hibridek, az is elmúlt, de a piaci részesedésük valamilyen szinten megmaradt és stabilizálódott. Tehát van helyük a piacon, uh -huh. és mindenképpen jó. Ugyanakkor azt fel kell ismerni, hogy egy mobil telefon egy okostelefonra szánt operációs rendszer, vagy egy notebookra, vagy egy asztali gépre szánt operációs rendszer nem biztos, hogy tabletnél is megállja a helyét, mert nem lesz olyan jól használható nem lesz olyan intuitív, és ezért, ezért kifejezetten a tableteket úgy néztük meg, hogy három terméken, egy iPad OS-esen, uh -huh. egy iPad-en, egy Windows-os, egy Windows, Windows 11-es gépen, és egy androidos tableten néztük meg a három ökoszisztémát, hogy melyik az, amelyiket a legkönnyebben, a legjobban lehet használni. Egy nagyon picit belementünk abba is, hogy, hogy ár szerint melyik éri meg igazán. Érdekes módon egyébként nem az Android jött ki itt a győztesként, hanem a Windows. Tehát a windows táblagép, hibrid táblagépek, azok jobb Mi árérték arányban. Jobb árértékben, hogyha már ah, ha már okay. nem csak ta, tartalomfogyasztásra fogyasztásra szánsz. Tehát ha tartod ja, okay. tehát neked az kell, hogy hogy csak fogod, és akkor nézed rajta a Netflixet, és el, mm -hmm. vagy esetleg böngészgesz, hanem mondjuk elő is állítasz valamit, vagy jegyzetelgesz, mm -hmm. akkor nyilván, nyilván egy, egy windows akár már mm -hmm. jobban is járhatsz főleg, hogyha próbálod a technikai paramétereket passzítani egymáshoz, tehát, mm -hmm. hogy annak legyen valamennyi ereje, legyen jó a kijelző, legyen rajta egy-két port, mondjuk egynél több. És itt most akkor ki kéne választani, hogy melyik szerintünk a legjobb? Hát ezt a szerkesztő kollégánk, Erdei Patrik, azaz pacsa megtette. Igen. És, és mit nagyon Nagyon PC volt a srác, mert elmondta azt, hogy melyik művel jó. Okay. Tehát, hogy nem feltétlenül, nem feltétlenül mindenre iPad-et kell venni. Főleg azért, mert ő egy iPad Pro-val nézte ezt meg, ami 450 ezer forint, uh -huh. és így toronymagasan ez lett a legdrágább eszköz. De de attól függően, hogy, hogy te éppen mit szeretnél, ha tényleg csak tartalom fogyasztani, youtube-ozni, Netflix-ezni, bármi egyéb, ha pedig, ha pedig mondjuk rajzolgatni, akkor is más-más olyan kritériumokat uh -huh. kell megnézni, ami vele tudod dönteni, hogy neked, neked mi éri meg igazán. Tehát, hogyha már például szeretnél rá idővel monitort kötni, és úgy használni, mint egy rendes gépet, akkor, akkor például rögtön a windows egy hiába néhány dologban sokkal gyengébb, mert azt azért be kell látni, hogy a Windows 11 hiába friss és új és szuper jó, tabletre még, még nem, nem a, a célosabb, de erről majd egy kicsit később is. Nem tudom, neked tableted van, Gábor, amit használsz? Nekem van tabletem, az egy sima androidos tablet, és igazából én elég sokat jártam külföldre munka miatt, és próbáltam azt is megcsinálni, hogy nem viszek notebookot, mert az androidra mindent föl lehet telepíteni, ami elvileg kell a munkához, hát kinszenvedés volt az egész, még úgy is, hogy külön billentyűzetet használtam, illetve egeret, Úgyhogy nekem ez a kombó nem jött be, tehát én a mellett vagyok, hogy munkára csak és kizárólag Windows-os gépet használnék, vagy esetleg most, hogyha az Apple nem... Macintost már nincs is egy csomó. Vagy, nem úgy értem, tehát egy no, megbukott, igen, tehát egy megbukott, hogyha, hogyha, az Apple nem, nem lenne mondjuk így, hogy nagyon a szívemtől távol, és akkor ezt finom, finoman fogalmaztam. Egyébként nem, tehát az Apple termékekkel úgy szerintem nincsen probléma, hogy teljesen jó használatok, ott akkor van baj, hogyha az ökoszisztémából valaki ki akar lépni. Tehát onnantól kezdve mondjuk, hogy egyszerűen fényképeket kell átmásolni tabletről, telefonról, Windowsos gépre, onnantól kezdve az már probléma, mert csak is kizárólag azokat a megoldásokat lehet használni, amit az Apple elképzelt, ha nem azt használjuk, akkor, akkor pedig... Hát egy zárt, zártabb rendszer, de azt, azt le kell szögeznünk, hogy olyan, olyanra használod, amire ténylegesen optimalizálták, Persze, akkor, 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 teljesen akkor egy nagyon, nagyon meggyőző érv az, hogy ezt használd, mert tényleg, tényleg, úgy van optimalizálva az adott, mondjuk kifejezetten az ilyen videószerkesztés, képszerkesztés, ezekben, ezekben kifejezetten jók. Uh -huh. Meg hát nyilván csinosak, szépek, stb. Mármint nem a felhasználók, hanem a gépek. Úgyhogy... De az nincs meg egyébként, hogy ugyanígy az androidos oldalon, hogy van egy jó androidos telefonod, vagy mondjuk folyamatosan azt a platformot használod, adott esetben egy gyártót, úgyis fogunk majd a Samsungról beszélni, és akkor megnézed, hogy nála milyen tablet van, tehát választhatnám másik androidos tabletet, másik gyártótól, tök mindegy, de mégis inkább azt mondod, hogy valahogy úgy érzed, hogy oké, okay, szükség van egy tabletre, mondjuk egy új Samsung telefon mellett is, vagy egy középkategóriás mellett, és akkor nekem az a felület, ugye a One UI, meg azok a szolgáltatások, tudom már hol vannak a különböző számomra fontos funkciók, és akkor behúzod már azt is, és lehet, hogy a munka az megmarad Windows-on, de tulajdonképpen van egy ilyen mobil Ökoszisztémád. Hát ez a Samsungnak ez a célja. Abszolút. Tehát kifejezetten arra megy rá, de ha megnézed, ezt, ezt már az óráival is elindította, ja, hogy vannak, másik, olyan, vannak olyan watch, watch 4-es, sőt, már szerintem watch 3-as funkciók Aha. is, amit csak akkor tudsz kihasználni, hogyha neked galaxi telefonod van. Ja, igen. Tehát kifejezetten galaxi telefonod kell, hogy legyen, attól az óra nem lesz olyan tudással, nem lesz olyan extra tudása, vagy nem tud olyan dolgot, amit amit mondjuk egy OnePlus uh -huh. vagy egy akármilyen más androidos telefonnal uh, nem ja. tudna. Csak éppen, csak akkor engedélyezi, uh -huh. hogyha, hogyha neki, hogyha neki uh, kifejezetten egy Samsungos ökoszisztémába kell, hogy bekapcsolódjon. Okay. Ez érdekes egyébként, hogy mondtad, hogy, uh, hogy neked mindenképp a Windows a Windows, hogyha, hogyha a tartalomgyártásról van szó. És uh, itt a, egy másik cikkere is felhívnám a, a nézők-hallgatók figyelmét. Tehát a Linux-sal uh -huh. foglalkoztunk, és egy olyan egy olyan nem tévhittel, hanem egy olyan urbán legendával, hogy a Linux az, ö, az mindentől megvéd. És hogyha Linux van a gépeden, ráadásul ingyenes, ami tök jó, tehát még csak le, nem is kell a szoftverboltból letölteni, hanem, ö, hanem ö, egyszerűen csak letöltöd a hivatalos weboldalról, feltelepíted, és már is használsz egy komplett operációs rendszert. ugye elég, elég barátságosak már a kezelőfelületek, nagyon sok program elérhető rá, Windows emuláció. Windows emuláció, bár akkor meg kell venned a Windows-t is, de a lényeg az, hogy, hogy azt például nem is említetted, Gábor, hogy, hogy azt el tudod képzelni, hogy mondjuk Linuxon próbálod meg a, a, laptopodat, tehát hogy Linuxos laptopot használnál munkára, és, és, az a, itt a cikke egyébként nem pont rólad, vagy veled foglalkozik, meg a te problémáddal, hanem azzal, hogy, hogy vajon tényleg jobban megvéde a Linux, mint, mint egy Windows. A, a, az online támadásokban és az online ö, térben, hogyha úgy éled a, a mindennapi életet, akár tartalom, gyártás fogyasztás, bármiről is legyen szó. Nagyon érdekes kon, ö, konklúzióra jut egyébként, ö, amit, amit azt hiszem, hogy mindhárman osztunk és tudtunk eddig is hogy a felhasználótól függ továbbra is. Nyilván vannak olyan dolgok a Linuxban, amik nagyon jól meg vannak oldva, nagyon, nagyon nagy erény az, hogy nyílt forráskód, tehát bele tudsz, be, te belenézhetsz, nyilván nem, bocs, megövegezem, hogy nem tudsz túl sokat hozzátenni, vagy nem érted, hogy pontosan ott mi például. van, De vannak olyanok, akik ezt megteszik helyetted, és hogyha tényleg van benne valami hiba, akkor arra felhívják a figyelmet, hogy te figyelj, uh -huh. itt egy itt egy, egy kilógert telepített az Ubuntu, és akkor azt talán nem kéne, de ilyenről szó sincs, mert ez nem, ilyen, nem, ez nem opció, és, és a, a, helyzet az, hogy ugye miután a legtöbb adatot már a felhőben tárolod, illetve online meg is osztod, tőled függ az, hogy mennyire biztonságos az, az adott eszköz, de én azért azt mondanám, hogy ha Linuxos a géped, akkor az tartalomgyártásban lehet olyan erős, mint mondjuk egy Windowsos gép, tehát tehát ezt, mint ilyen negyedik becsúszó platformként még, még meg lehet említeni. Lehetne, csak van egy-két olyan program, alkalmazás, aminek nem találtam meg a Linux-os megfelelőt, úgyhogy ez nekem kiesett. Igen. Hát? Meg azért a... itt néha az adott hardware platform, platformra való optimalizáció. Oké, okay, vannak gyártói, vagy egyéb fejlesztő által megírt, különböző lefordított kernelekre, stb. eszközillesztők, amikkel működik, de mondjuk lehet, hogy nem tud olyan hatékony lenni, vagy vagy nem úgy működik a hibernálás, vagy ilyen apróságok, vagy egy videokártya teljesítmény hatékonysága is kevesebb. Vagy például a legutóbbi, amit olvastam, amikor a, az Intel 12. generációs processzor családja megjelent, oké, ugye nagyon sok szó esett arról, hogy a Windows 11-nek a az ütemezője az mennyire rá van hangolva az új architektúrára, majd nyilván egyébként kicsivel később az adott Linux kernel frissítésben egy gyakorlatilag egy külön optimalizációt kapott a platform, amivel gyakorlatilag berobbant bizonyos programoknak a futása, ami tök jó, csak ez valami, tehát nem eléggé, hogy is mondjam, transzponens mondjuk egy egység felhasználó számára, hogy oké, okay, most használja az Ubuntu-t, vagy, vagy a Fedorát, vagy egyebet. biztos ugyanaz az az fogja, sietősége. ugyanúgy tudja -e tartani azt a, azt a, minőséget. Azok a programok tényleg kiváltják -e a windows programokat. Egyébként pedig támadás, támadások nagy része ugye már interneten keresztül jut be egy magánfelhasználó gépére is. Egy rosszú beállított jelszó, vagy egy ö, nem vagy létező otp, OTP igen, a az e mail ja, onnantól már annyi, már nem az van, hogy fizikai gépek ugye offline módon vannak otthon, és akkor a pendrive-ról, vagy valami külső tárhelyről hmm. jönnek, vagy valami és akkor az úgy se fut, mert hát ez egy windows Nem feltétlenül a kliensre se fog települni, hanem már szerver oldalon elolgják az, van, így, az így van, úgyhogy úgy, vagy... ezért egyébként nem csak a Linux, hanem minden más, a hőn szeretett macOS kb. ugyanennyire tud veszélyes Igen. lenni, Annyi előnyöd van a linux hogy akkor te leszel a legkisebb kisebbség, aki, aki nem releváns, és talán kevésbé tudsz támadni. Ez lehet, igen. Úgyhogy úgy, ez egy, ezért egyébként egy érdekes téma is, ha valakinek van olyan gépe, ami, amiben, amire ezt kipróbálná, akkor érdemes megpróbálni, mert kiváló kis Linux-disztribúciók vannak. Ja, és hogyha jól működik, akkor Persze. akkor egy reális alternatíva. Át is térnék a következőre, az pedig nem más, mint videókártyák, amiket el is hoztunk. Yes, sus. Itt vannak. Na És nézzük. ezt te ugye ezt a két szuperkártyát. Kirakom így. A kedvencem az ez. Ez a kártya. Miért az? Azért, mert nagynak mutatja magát, közben meg, közben meg hát nem, egy, nem egy, nagy szám. Hát de nézzek, ezért... hát nézzek, hogy mekkora ez a kártya, és megveszed, és elhiszed, hogy passzus, ezért megérte fizetni. Mennyit is? Hát, ez most ugye nagyon változik, nagyon ugrál. Meg, Gyakorlatilag mindegyik videókártyának az ára. Van már olyan kiadás ebből, ami 2000 200 forint alá be tud esni, de ez a legdrágább. De ez, a legdrágább ez inkább a 250-es kategória. Ugye mondjuk, hogy ez egy GeForce RTX ez, Igen, ja, bocsánat, persze. Ugye ez az új Nvidia GeForce kártya, amiről igen. azt mondták, hogy te elérhető áron, belépő szinten, csupa nyomom itt a lézerágyút egy közben folyton, de a lényeg az, hogy te olcsón beléphetsz a Ray tracingbe és a DLSS-be, és hogy neked neked hmm. olyan élményed lesz, amilyen eddig még soha, az más kérdés, hogy mondjuk egy négy éves kártya is lehet ennél erősebb? E, lehet. Azt nem mondom, hogy nagyon Plusz, hazudott hogy volna a gyártó. A full HD-ben maradunk. Igen. Tehát. Igen, de egyébként ebben nincs is igazából probléma ezzel a kártyával, mert ahova szánták, ott ez hely tud állni. Az RTX az természetesen nem tudja megfelelő sebességgel, vagy olyan megjelenítéssel, mint a, a, nagyobb kártyák, de alapvetően ezzel nincs akkor a baj, én azt gondolom, önmagában a teljes árazással van probléma. Nincsen rossz videókártya, csak rossz árazás. csak árazás. Rossz árazás. Szóval azt mondhatod, hogy ez a kedvenced, mert hogy mekkora nagynak mutatja magát, mert Nyilván felső kategóriás. Is volt. Nyilván, de hogy egyébként egy alsó-középkategóriás szintre szánt. kártya. Na most, hogyha, igen, és hogyha és... ez reálisan tegyük fel, hogy azt se tudjuk, mi az a CPI, még az életben uh -huh. leírva se láttuk sehol. Oké. Okay. A mai piacon szerinted, ahol három éve, százezer vagy két éve, mert százezer alatt volt már a 2060, az RTX uh -huh. 2060, Mennyibe kéne, hogy kerüljön ez a kártya reálisan, szerinted? Hát az újdonság varázsa, meg hogy jó, ez, majd melyik, jó ez melyik kiadás, biztos, hogy arra a szintre áraznák be egyébként. Mint a 20-60-t? A 20-60-at 20 megveri? Neces, mert ezen több a véram. Egyébként a lapka teljesítménye is, meg, meg felépítése is azért, azért masszívabb tud lenni, de hát azért vannak hiányosságai. Úgyhogy nagyjából DLSS-szel nagyjából egy szint lehet, pláne ha valaki nem nép följe full HD-nál, akkor neki ez egy tök jó kártya lenne. De nem ennyiért, ami most van. Hanem reálisan. Hát inkább 100. Aha, én 80 tippetem volna. Hát én 100 mondok azért, mert három ventilátor, nagy borda, Rockstrix, stb. De ez az igazi kedvenc, ez, mert ők kicsinek mutatja magát, és még annál is kisebb tudásra, Ugye ez egy RX 6500 XT, most az mindegy egyébként, hogy a körítés micsoda, ez jelen pillanatban a gigabyte az egyik, azt hiszem ez a belépő szintű kiadása, nekik is van egy három ventilátoros monstrum, de ez a kisebbik verzió. Hú, hát nagyon sok sóhajtás kellett a teszt közben, mert 4 GB memória, 64 bites memória busz, és gyakorlatilag egy ilyen nagyon visszafogott, költségcsökkentett megoldásra épített asztali kártya, Amire most hova jutottunk? Úgy indultunk, amikor megjelent, hogy ebből óriási ellátás lesz, végre mindenki tud videókártyát venni, és bizonyos disztribúciók le is írták, hogy ez fogyott leginkább az RX 6500 XT, aztán eltett körülbelül egy-másfél hónap, és már azt lehetett olvasni, hogy nem igazán kell senkinek sem a Igen. kártya. Hiába egyébként ehhez képest is kedvezőbb az ára, de még mindig írtó sok, mert ez viszont már az 50 ezeres kategória lenne. Az Inkább ideális. Igen. Valahol a kettő. Hát között... Azért annó a 1050, a GTX 1050. Mm, 1050-t is 50 alatt volt jogos. már, és e, erről egyébként én is olvastam a tetszikkedet is, meg, meg én is utána néztem jó pár helyen, mm. és a. Egyébként az a vicces, nem vicces, nagyon szomorú ezzel a kártyával kapcsolatban, hogy az AMD már egy ideje hatalmas betűkkel hirdette a weboldalán, hogy 8 GB véram alatt már nincs élet, és felejtsd el azt a videókártyát, nyilván ez ugye egy üzenet volt a, a megfelelő GeForce-okra, hogy a, Igen. a -oknál 8 gigánál indul az élet, és mielőtt megjelent a 6005 XT, gyorsan leszették ezt a feliratot. Tehát emiatt a kártya miatt vissza, visszaszívta az AMD, megpróbálta a történemből is kitörölni azt, hogy, hogy 8 giga véram alatt nincsen élet, és akkor kihozta ezt, ami, ami egy borzalmas kártya, mert van az RX 570, ami most 5 éves kártya, 2017-es, ami amúgy az RX 470-nek a nagyjából ilyen felpolírozott kicsit, változata, igen. tehát egy kicsit így órajelbe itt ott egy picit megerősítgették, tehát az, ez nagyjából egy ilyen hat éves kártya, vagy ilyesmi. Az RX 570 egy-két helyen, mintha megverné ezt a kártyát. Hogyne, persze. E és az emlékszem, hogy amikor még, amikor még normális videókártyárak voltak, úgy kell visszagondolnom, ilyen távolba hogy hát Ez mikor mert volt pontosan? Három egyébként. éve lehetett kb. akkor azért az rx 570-eket ilyen 30 körül pattintották használatba, és, és újonnan se volt sokkal drágább. Hát úgy, mondjuk, hogy ugye. Most pedig egy, mennyit egy GT710-et kapsz 20-valányért, és a 10-30-at kapod. 35-40 az... körül? Hát, vagy lehet, hogy egy kicsit drágább. Ezek azok lenni. a videókártyák, ha valaki esetleg így nem vágná fejből, ami van kép a monitoron. Tehát ez a, így, és akkor így ez az, amit... Kb. Ez, Na, szó, ez, nekem ez stabilan tök, hozzá. Az nekem tök jó, mert látod, hát, ha, amíg van, van -e célközönség... Van -e ennek is piaca. Így van. Mint ahogy egyébként ennek is lesz. Tehát, hogy most ez nem lesz egy kudarc az AMD-től. Ezen nem fog futni a metaverzum. Az lehet... <laughs> Viszont játékok azért futnak rajta, de az a probléma vele, hogy már full hd ban sem elegendő az ereje, és ö, nyilvánvalóan, aki most végre rászánná magát, hogy videókártyát vegyen, oké, okay, most már tényleg nem érdekli, hogy ki milyen haszonnal értékesíti, ezt mondjuk meg tudja venni, elképzelhető, hogy a legújabb címekkel nem tud játszani full HD-ben. Tehát annyira vissza kell butítani, hogy igazából egy ilyen zsákutca lesz az egész upgrade, értjük, mi van mögötte, miért adta ki az AMD, de igazából az lenne más már a legjobb, hogy ez az egész helyzet megoldódna. Na de ez az, amit nem tudom. Ez ilyen legalább, Ez körülbelül ez az ilyen végé a jackass, hogy na hát ez most már ezt, ne, ezt, nem fogják megvenni, de végül is veszik ezt is. Végül le... is veszik, így van. <laughs> Oké, okay, ebből van készlet, tehát a, sokan ráfanyalódnak, mert végül is úgy néz ki, mint a gamer lenne megveszi a, a szülő, haza és akkor a gyerek örül, hogy gamer gépe van. Ezt aztán igen. majd utána ráérsz szomorúnak lenni. Egyébként az érdekes még ezzel kapcsolatban, majd elolvashatjátok a cikben is, hogy ezt a GPU-t eredetileg mobilba szánt az AMD, csak ja, csak olyan jól sikerült, igen. igen, laptopba olyan jól sikerült neki, hogy kiadta videókártyaként is. Ha jól sikerült, azt nyilván mindenki... Hát egyszerűen kellett. Igen, igen. Na, de ezzel át is térhetnénk egy másik. Ezek voltak a belépős videókártyák, mert hoztunk még néhány hardvert nektek, és uh, itt itt a következő az a Surface lenne. Jó. Itt rögtön átnyergelnénk a felsőbb kategóriába. Uh, két darab Surface gépet hoztunk el nektek. Az egyik az, uh, azt ide teszem, nem tudom mennyire fog látszani. Mondom, nem Tessék, mondom. itt van az irodai munkára alkalmas Windows-os géped. Igen. Uh, amiben van mm -hmm. egyébként egy uh, GeForce 3050 Ti. ez oh. nem más, mint a Surface Laptop Studio. Akkor ez már játékra is jó lesz. A Surface Laptop mémileg. Studio egyébként, uh, egyébként full HD-ben nagyon szépen, nagyon mm -hmm. szépen elketyeg. Mint a full HD-t azt úgy kell érteni, hogy ebben nem full HD kijelző van, ebben egy mm. nagyobb felbontású Pixelsense uh, kijelző aminél kifejezetten arra mentek rá, és az RTX 3050 Ti is azért van benne, nem feltétlenül a játékért, bár azt is megteheted vele, hanem azért, hogy hogy a megfelelő tervező szoftvereket ah, okay. egy kicsit megsegítse hardveresen, uh -huh. és ebben nagyon jó is, de ez már ez már csak az egyik egyik opciója, ugyanis ez egy olyan különleges hibrid, amit úgy tudsz hajtogatni, hogy ezt a kijelzőt le tudod kihajtva hajtani tablet módba, azaz, hogy ilyen, azt hiszem, hogy stúdió módnak hívják, és fel is tudod hajtani, mindenhol csupa rejtett mágnes ez az egész gép, és van ez a stage mód, ahol, a, hmm. ahol csak a touchpad látszik, illetve a kijelző, nyilván nem említettem meg, hogy érintő kijelző, de ezt ki lehetett találni. Ez nem egy akármilyen érintő kijelző, ahogy a touchpad is különleges, ugyanis jár a képnek itt az aljában, ki tudsz pattintani egy uh, mágnesesen csatlakozó, és ott tölthető, vagy hát, saját a gép tölti is ezt a, ezt a slimpen 2-t, uh -huh. és ez, uh, ez egy haptikus stylus, tehát a, nyoma, a 4096 nyomáspont érzékenység mellett tud egy olyan dolgot, hogy uh, van benne egy pici rezgőmotor, és azt uh, uh. szimulálja neked, mintha papíron húznád a tollat. Komolyan? Igen, és, uh, és úgy oh, remeg, okay. a, remeg egy picit, én azt mondom, próbálgattam, rajzolgattam vele az én magam pont-pont-veszőcske módján, és, és egyébként érdekes, mert ad tényleg egy olyan visszacsatolást, amit amit eddig stájusszal nem, uh -huh. nem érezhettél, egy nagyon kellemes, kényelmes valami. Nyilván egy profi, profi rajzoló talán jobban meg tudja mondani, hogy vagy egy ilyen grafikus, aki sokat dolgozik, ilyen, hogy ennek me, mekkora értéke van, de nyilván ezt megszondázta előtt a Microsoft, uh -huh. és, és azért építették be, gondolom nem kis meló volt. Ami nekem még tetszett, hogy például a stylus a másik oldalával, tehát hogyha megfordítod, akkor azzal tudsz radírozni, ilyen dolgot is tud, és, és az a jó, hogy hiába dolgozol mondjuk 10-20 léjjel, tehát több rétegben dolgozol az adott alkalmazáson belül, ebben egy, egy nagyobb fogyasztású 35 watt TDP-s kóri -hét 11. generációs kóri hét van, tehát, tehát nem az az ús processzor, aminél elég gyorsan elfogy a, yeah. el uh -huh. és aztán, aztán már csak küzdik azzal, tehát hogy a, valójában a, a Windowsnak a beépített kis uh, jegyzetelőjét tudod használni, uh -huh. és minden más az csak döcög rajta, hanem, hanem azért úgy van, van benne Kraft, és ez például nem rossz. Meg, meg hát az egész megépítés nekem nekem nagyon bejött, mert masszív. egy masszív alumínium, magnézium akkor így lesz belőle notebook. Igen, igen, és az, hogy ez egy normál notebook, tehát olyan hibrid, hogy nem, nem kell kompromisszumot kötnöd abba, hogyha mondjuk az ödetben akarod kihajtva használni, mm -hmm. akkor is meg tud úgy állni a, a kijelző, ahogy kell. Ha lecsukod, akkor ez egy masszív valami. Azt hiszem, hogy 1,8 ról beszélünk, tehát nem, nem vészesen nehéz, de azért Hát a Norden, Azért érzed, Norden, hogy van benne hát a kúria, anyag? Igen, igen. Okay. És euh, még azt mondom, hogy a h processzorral, meg az RTX-szel is lehetett volna, meg van is ennél vékonyabb, könnyebb gép, viszont euh, azt tűnt fel a tesztelése közben, hogy még széza is alig volt. Tehát az, hogy felvisítana és, uh -huh. és igazán pörögne, az egyáltalán nem volt. Még akkor sem, amikor tényleg masszív, hosszan tartott terhelés alatt volt a gép. Ez nagyon tetszett. Uh -huh. Ami kevésbé tetszett, az az, hogy hát van rajta egy Surface Dock, az egy mágneses tápcsatlakozó, oh, ami okay. nem rossz, jack dugó is van, egy kombinált, viszont két darab Type-C a másik felén. Standardboltosak, nem? Mind a kettő Thunderbolt négyes uh -huh. uh -huh. és és az nyilván ugye kijelző, meg töltés, meg adatátvitel, meg USB 4, meg mindent. Út. Külső videokártya. Külső videokártyát is kezel, nyilván, hogyha veszel hozzá, viszont egy normál USB, SD SD olvasó, az olyan, szerintem az jó lett volna, nem? Pláne, hogy most a másik márkánál épp visszateszik a készülékházakra, a pro készülékházakra az SD olvasó. Igen, igen, úgyhogy, úgyhogy az például nem ártott volna, ennek körültem volna, de ezt leszámítva egyébként egy nagyon-nagyon masszív kis gép, és, és lehet szeretni, az a helyzet, hogy a Surface mint olyan, nem a magyar piacra, nem a magyar piaci árszabás szerint készült, itt egy ilyen 800 ezer forintos gépről beszélünk, mondjuk a belépő az eleve 16 gigara, meg fél a SSD, ami nem rossz, illetve az, hogy nem úgy, nem úgy tervezi a Microsoft, hogy ebből mennyiséget ad el, tehát nagyon nagy, tehát nem a, mm -hmm. nem a, hát nem a ez, nagy konzumer, nem, nem őket fogja meg. elérni, úgyhogy magyar ki, kiosztás sincsen a bilencsüzetből, ami egyébként egy kiváló billentyűzet, tehát nagyon kellemes rajta gépen, nagyon mm -hmm. jó, csak hát meg kell szoknod, hogy ez bizony nincsen felszitázva magyarra, mm -hmm. úgyhogy úgy, egy, egy ilyen, ö, ilyen mondom azt, hogy 800 ezer még kompromisszumot is kell hoznod, de de meg kell azt szoknod, hogy, mm -hmm. hogy nem, nem, nem magyar a szitázás a bilencsüzetnek. Szerintem egyébként az nem annyira nagy probléma, legalábbis aki proficélra használ, ez úgyis Nekem gépelni, nem hozott szerintem. de azért sokan viszont megnézik. Viszont ami a nemzetközi bilencsüzet kiosztásoknál rossz szokott lenni, és nagyon sokan nem szeretik, az a csíkenter, a vékonyenter. Nekem legalábbis az az, amit sokkal nehezebb volt megszokni a saját gépemen, ami szintén ilyen kiosztású, nem ez a gép, de, de. ilyen kiosztású. Úgyhogy nekem, nekem azzal volt problémám, viszont ezt e, próbálgattam pár percig ezt a gépet, és ez egy olyan billentyűzet tényleg, ami, amire azt mondom, hogy ha mondjuk ilyennel lehetne dolgozni, akkor nem vinnék hordozható billentyűzetet a tanuldókon mellé sem. Mert most viszek. Viszont, hogyha annyira nagyon-nagyon fontos az, hogy magyar szitázás legyen, akkor itt a Surface Pro 8, ami szintén egy, egy vadonatúj szörfészgép, gép, Ugye itt a Surface-eknél az az érdekes, hogy a Microsoft gyártja a hardware is, meg magát a Windows 11-et is, ami, ami fut rajtuk, és ebből következik, hogy uh -huh. ahogy beszéltünk az ökoszisztémáról is. Ja, igen. Itt, itt nem csak, hogy elvárható, hanem ez, ezt tapasztalatból is mondom, hogy itt aztán tényleg semennyi kékfagyás, meg, meg nyilván, ha jól össze van rakva egy gép, akkor más gyártónál sem nagyon fordulhat elő ilyen, viszont itt biztos lehetsz benne, hogy megkapod az összes frissítést, biztos, hogy jól fog futni. A, akik a, magát a, az operációs rendszert készítik, azok ezt a, ezeken a gépeken mind tesztelik is az operációs rendszer összes, összes kis funkcióját. Tehát biztos, hogy minden működni fog, az összes beállítás. Az, hogy például ezt a, ezt a vadonatúj tollat, haptikus tollat, meg a haptikus, még a, a touchpad is azokat a gépházon belül tudod beállítani, egy tök kellemes, kényelmes, nem kell egy külön programot indítani, és a többi. Mindent ott találsz meg, hogyha van valami frissítés, akár driver, akár bármi más, mm -hmm. az a Windows Update-en keresztül érkezik egy tök kultúrát változat, ez, ez nagyon jó. Arról nem is beszélve, amikor bekapcsolod a gépet, akkor nem fogja összeköködni a rendszeredet, a vadi új rendszeredet egy csomó olyan kéretlen szoftverrel, amire semmi szükséged, vagy ahhoz, hogy mondjuk beállítsd a a stylus ahhoz kell egy külön program, ahhoz, hogy mondjuk átállítsad a a ahhoz is egy másik program kell, meg hogy a... Az akkumulátor töltés igen, tés, igen, szabályzása... az összes, igen. Az a... Minden benne van a gépházban, hmm. teljesen okay. egy, egy, olyan, olyan felhasználó élményt ad, amit, amit a Microsoft megtehet, hiszen ő gyártja mind a két dolgot. Szóval azt akartam mondani a Surface Pro 8 kapcsolatban, hogy szintén egy drága gépről van szó, ne felejtsük el, hogy ez egy olyan tablet, amiben integrált a támaszték, és uh, szintén tudod használni ezt a haptikus stylust, ezt a szintetikus kettőt. El van, el van rejtve, de egy kis Igen, igen. És el van rejtve a, a frankó kis billentyűzetbe, és ebből a billentyűzetből viszont készül magyar szatázású, és ez, ez, egy, ez szerintem egy elég erős uh, fegyvertény. Úgyhogy, uh, a, ja, igen, és uh, természetesen a tollott is töltődik, tehát uh, azzal nincs gond, ha esetleg mégis úgy lenne, hogy nem így töltenéd, akkor, akkor ilyen külön kis bölcsőt lehet ezekhez a tollakhoz kapni, és akkor azzal is, azzal is tudod tölteni. Az nyilván is, nem el... fog, mert itt is mágneses rögzítés van amellett, hogy igen, igen. Igen, és a, ugye itt a kijelző is egy olyan dolog, hogy nem kell attól félned, hogy ilyen 45% tsc és valami ja, 200 nites csodával kell megküzdened, mert ugye érintő kijelzőkről beszélünk, tehát fényes felületűek tükröződnek, és éppen ezért nagyon fontos, hogy nagy fényerő legyen, jó színhűség. Tehát ezek kifejezetten akkor akkor nem számítanak már, azt mondom, hogy nem is számít drágának, hogyha a tartalomgyártásra keresel olyan gépet, uh -huh. ahol nem a gépekkel foglalkoznod, azzal, hogy most kijön a frissítés, melyik programot indítod, mit csinálsz vele, mi fog rajta futni, legyen mindennel kompatibilis, ha Photoshop kell, az fut, ha a másik program kell, akkor az, ha videót vágsz, akkor akkor fut rajta akármelyik videóvágó program, a Windows-on elérsz, de mégiscsak legyen meg az a minőség, és legyen a megépítés, hogy ne kelljen attól tartanod, hogyha most a, a gyártó nem hozza ki ezt a frissítést, akkor nem fog futni, mert a, mit tudom én, a Windows elhassal rajta. Uh -huh. Szóval ilyen gondok nincsenek. És nyilván menő néznek ki. Ez a, ez a Windows-oknak Windows az a gép típusa, vagy gépcsaládja, ami, ami ugye a, az iOS-nek a, vagy ez a ugye a, a az összes MacBook, vagy az összes Mac Pro, vagy akármelyik ilyen gép. Tehát ez a, az Apple ökoszisztémájának a, a példáját fölhozva, ugye ott is az van, hogy egy gyártótól jön a szoftver, itt is szintén egytől jön, ez jár egy csomó előnyel is, nyilván van egy, van egy olyan árcidulája, amit, amit közbe le kell nyelni, de hogyha dolgozol vele, akkor is hamar megtérülhet. És ha már az ökoszisztémákról beszéltünk, akkor rögtön dobnám is fel a következő versenyzőinket. Ez pedig nem más, mint az S22 két képviselője a Samsungtól. Erről pedig Gábor tud mondani egy-két dolgot, hiszen ő az, aki tesztelgette, és aki már meg szemet is vetett az S22 útrára. Szemetve, Ami nem más, mint egy új nót, aztán, ugye? Majd Ez csak egy nót, amit máshogy neveznek. Hát ezt elég sokan mondják, de a helyzet az, hogy az? a form alapján igaz, tudás alapján nem feltétlenül, tehát tudás alapján, hardware alapján van benne sok olyan rokonás, ami az S21 Ultrának az utódjaként ként fogható fel inkább. Itt most elsősorban a kamerára gondolok, a kamera rendszerre. De tény, hogy hogy ez a note a reinkarnációja, azt nem tudjuk, hogy a Samsung eleve itt tervezte, hogy másfél éves csúszással integrálja az S és a Note sorozatot, vagy pedig a felhasználó visszajelzések alapján történt meg a, az újraélesztés. Én minden esetre örülök neki, meg gondolom ezzel még vannak jó páran így. Hát ugye az S21 útránál nagyon, nagyon szerencsétlen megoldás volt, hogy egy külön tokot vettél hozzá, amit azt hiszem adtak az előrendelőibe, és Igen. abba kellett elrejteni a, a, az s -pant. És a, ez a fordán a... is így volt egyébként. Hát a igen. Hár, most nem. Igen, igen. És akkor ott kell elrejteni, de ott valószínűleg. Hát, és hogy valójában nem olyan kellemes meg kényelmes, hogy itt el tudod a készülékházban rejteni. Ez, ez azért sokkal kultúráltabb meg. Hát meg ez a tizen valahányadik nót, attól függ, hogy hogyan számoljuk a kirobbanó sikerű a hetest. Hetest. -e az volt, az sem, volt de... nálunk teszte, még mielőtt visszaívták volna, és emlékszem az volt, hogy senki nem merte hazavinni. De azért hagyjuk itt tölteni, hát talán ne. Hétvégére. Én meg pont akkor utaztam haza, és meg kellett esküdnöm, hogy a nálam lévő telefon, ami egyébként egy teljesen más telefon volt, egy S7 volt, hogy az nem nót meg kell tesködni, mert nem engedtek fel a gépre. Tehát a, a Samsung, amikor a lerejtás mellett döntött, akkor valószínűleg mérlegelt azt, hogy, hogy jó, egyre kevesebb nót fogy, és amikor az S21 Ultra-val ez a tollas támogatás, amit Marci, te is mondtál, akkor valószínűleg az egy, az egy próba, egy teszt volt a, a piac számára, hogy a felhasználók így is, így is elfogadják el a dolgot, de nem túl meglepő módon nem igazán jött be ez a felhasználóknak, hiszen az, hogyha innen alulról ki tudjuk húzni a tollat, az teljesen más élményt ad, mint hogyha kell kötelezően nálunk lennie egy extra tartozéknak, ahhoz, hogy tudjuk használni a telefonnak minden, minden tudását. Arról nem is beszél hogy ugye ez itt tölti is, nem fogod elveszteni. Meg, igen, meg a, a telefon fogja persze. É, az se rossz, mert egyébként, ha külön meg, akkor nem két fillér. Nem, Arra vagyok kíváncsi, hogy esetleg egyébként. a Samsung, hogy mennyire fogja Mennyire fogja azt még sugálni, hogy, hogy tehát mennyire ez sikeres? Ugye azt mondják, hogy a, az S22 útra az sokkal sikeresebb lesz, mint az S21 útra, vagy az elődei, pont azért, mert a nótosok fognak Igen, rácsapni, azt... ahogy te is nótos vagy, és már most kapargatod, meg töröd, a, törőd otthon a, malacokat, meg a e, pénzt elveszed a gyerekektől, csak azért, hogy neked nótod legyen, ö, bocsánat, S22 útrád, de, de azért szerintem a Samsung, oké, okay, biztos, hogy nem, nem nélkülözött addig se, hogy nem volt nótja, de én szerintem egy nagyon, nagyon szép bevételeket fog a, a, ebből az S22 útrából realizálni, tehát nagyon, nagyon sikeres egy termék lesz. Valószínű, meg egyébként szerintem teljesen jó döntés volt, Még mert úgyis, az... hogy fél millió forintnál indul. Ugye az az igen, 400, 490. igen, Szóval az S-sorozat most te... már három tagú, volt korábban is, és igazából szerintem semmi, semmi szükség három telefonra egy sorozaton belül, tehát már az, hogy most van egy olyan harmadik... Én inkább négynek mondanám, hogyha a Fun is beleveszed. Jó, az S21-es Facebook. De az mindig később jelent meg, akkor... Azt ne. Igen, igen. Igen, tehát jó mondjuk a nót is, de tehát a lényeg, a lényeg, hogy most, most egy olyan S-sorozat van, amiben van két normál telefon, meg egy, egy nótos, ami egyértelműen más, és akkor így most egyértelműen az is lenne, hogy, a, hogy az Ultra a prémium modell, mert eddig azon is lehetett vitatkozni, hogy most akkor az S21 Ultra premium modell, vagy pedig az előző nót. Most ilyen kérdések nincsenek. Ez, ez, melyik is, amit mellette van? A másik az a... Ez a plusz. Az a plusz. Igen. <hül> ez az, ami a, az alap csúcsmodell, úgymond. Tehát, hogyha nem kéred a tollat, meg az egyeveket, akkor ez az a, a az S22-es telefon, ami, mert ugye a sima S22 az meg picike. Igen. És ott van is egy-két egy -két olyan dolog, ami miatt. Hát ezt a méretkülönbséget ezt meg tudjuk mutatni. Ez az hát elég... azért olyan nagyon... Hát azért elég nagy. Azért nagy. Illetve azért még egy apró változások Más is vannak, hogy is a... Teljesen. Tehát ennek igen. S dizájnja van, a, az Ultranának pedig Note dizájnja. A Note-nak, illetve az S21 22 Ultra Vajon hányan, 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 vannak még, akik ezt a nótnak fogják hívni? Tehát valószínűleg ez, egy, ez egy olyan elszólás, ami, ami ez nagyon ez szándékos meg... zavarkát és a Samsungtól szerintem direkt. Hűha, nagy összeesküvés. Szóval az nagyon látszik, hogy, hogy tényleg mindenképpen ez a, ez a csúcsmodell, hiszen a, az S22 Plusnak sincsen például ívelt, e ívelt e kijelzője oldalt, ami ez ilyen divat lett, hogy visszamennek egy kicsit szögletes, nyilván kidiktálja a divatot, azt tudjuk, az Apple, de most például a Xiaomi-nak a Note 11-je van, ami nem az a Note, ami félmilliós, hanem ami 80 ezer forint, de az is elment egy szögletes dizájn felé. Tehát ez a sajnos, vagy nem sajnos, továbbra is így van, kitalálja az Apple, akkor előbb-utóbb elmegy ebbe az irányba a a többi gyártó is, hogyha, hogyha azt látja, hogy tényleg megkedvelik a felhasználók, akkor, akkor elmegy, ahogy például a, a te útráthoz nem is tudom, hogy, hogy van -e esetleg töltő például a dobozban. Nincs. Nincsen. Jack Dugó van rajta? Nincs. Na, De az, akkor már, akkor... az már nagyon régóta nincsen. De egyébként Köszönöm. a, a töltő az nem is feltétlen baj, hogy nincsen, mert mert ha van korábbi akkor ugye környezetvédelem, meg egyéb szempontok alapján ez ez, oh, ez nem egy rossz dolog így de <laughs> itt igen, igazából ugye legalább az nem fog felrobbanni bocs no nem, itt igazából akkor akkor van gond szerintem hogyha valaki el szeretne adni a régi telefonját mert mm -hmm. akkor 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 van egy olyan döntés hogy akkor most eladom el odadom el a, -e, -e -e a töltött vagy sem hát inkább azt mondom hogy az a nekem az a, a megközelítés tetszik hogyha már prémiumot veszel hogy akkor olyan töltőt adnak, amelyik a PD-t kihasználva tölti mondjuk a telefonodat is, töltheti a notebookodat is, tehát amivel tudsz tölteni több olyan eszközt is, ami kompatibilis vele. Tehát, hogy nyilván ugye mindegyik gyártónak megvan a saját gyors töltési szabványa, vagy legalábbis a legtöbbnek, és igyekeznek úgy csinálni, hogy ne legyen kompatibilis egymással, de az egy, az egy tök hasznos dolog, ha van egy darab mondjuk PD-s töltőd, és azzal gyors töltheted a telefonodat, a notebookodat, meg az összes egyéb ilyen eszközödet és ez, ez szerintem jó. Hogyha ilyened van, akkor nyilván rangú, hogy most van-e benne töltőfej, vagy nincsen, de azért félmillióba megkérdezhetnék, hogy adjanak-e egyet ajándékba, vagy ne. Ezt Na tém. jó, ez csak az annyi, annyi plusz van, hogy fülhallgató sincs hozzá, ami ugye még a Note 9-hez meg a, abban az időben még járt a telefonokhoz, a 10 már nem adták, de előrendelésnél, hogyha valaki vesz, akkor és elég gyors, akkor kap hozzá ajándékba egyet, utána pedig már venni kell. Hmm. Tehát igazából itt az a probléma, hogy 490 ezer forintért, ha még szeretne zenét hallgatni, akkor még plusz kell rá fizetni. Illetve ilyen apróság, hogy hogy például erről a telefonról eltűnt az a fólia, ami a korábbi ótakon rajta volt, gyárilag. Úgyhogy, Amit, ha ráteszel, az megint egy tízes. Hát Nem? annál kevesebb, kevesebb. 7000, vagy pedig Aha. ha volt előtte fólia, akkor csak 5000 ezer mennyi, de, uh -huh. de igazából 480-90 ezer forintnál akkor már ne legyenek még tízesek hozzá, Igen. de de van. Viszont ha az ártól el tudunk tekinteni, akkor akkor a telefon az szerintem szerintem nagyon jó. Biztos, hogy sikeres lesz ebben, biztos vagyok. E, nagyon szépen köszi, és e, nektek is nagyon szépen köszönjük, hogy e, velünk tartottatok, és e, Belenéztetek abba, hogy mit gondolunk az it ról éppen hol tart, és reméljük, hogy azért egy-két érdekességet is sikerült megmutatnunk, elmesélnünk. És ne felejtjétek, hogy ez az első adása volt a tech szakkörnek. Még nekünk is teljesen új a dolog, igyekszünk úgy alakítani, hogy, hogy mindenkinek tetszen. Nyugodtan kommenteljetek, nagyon-nagyon várjuk azt, hogy azokat a visszajelzéseket, hogy mit szeretnétek látni, miket miket mutassunk meg, milyen, milyen témákkal foglalkozzunk, milyen, milyen, olyan egyéb dologot szeretnétek látni vagy hallani a podcastben, mert ugye videós is, hangalapú is, hogy, hogy, milyen olyan háttér dolgokat vagy, vagy kulisszatitkokat, esetleg jobban elemezzük a, a komponenseket vagy a mobilokat, több terméket mutassunk meg, vagy többet beszéljünk a a, a, azokról a piaci mozgásokról, amik a hazai piacot ö, meghatározzák. Ö, a lényeg az, hogy kérlek szépen válaszoljatok, ö, hogyha tetszett, akkor iratkozzatok föl, lájkoljatok, ö, osszátok tovább, ö, kövessetek be minket, meg minden egyéb biesmi. és ö, ahogy mondtam, ez egy havi rendszerességű podcast lesz, úgyhogy jelentkezünk hamarosan a következő adással, ahol már sokkal profibban, gördülékenyebben és, még, több, még több legykával. Még szakkörösebben. Eh, még szakkörösebben fogunk várni titeket, úgyhogy eh, tartsatok velünk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.